Spányi Antal megyés püspök mutatott be szent misét budakeszi Makkos Mária angyalok királynéja templomban fogoly kiváltó boldogasszony ünnepén. A kegytemplom évadzáró főbúcsúján Filó Kristóf plébános köszöntötte a főpásztort, méltatva a kegyhelyen az Árpád-kortól kezdve itt működő remetéket és szerzeteseket. Megemlékezett Vári József, szervita szerzetes 30 éves szolgálatáról. A szentmise elején a megyéspüspök megáldotta a szent életű szerzetes emléktábláját. Kérünk téged, áld meg ezt az emléktáblát, amit Vári József Bónajunkta szervita atya tiszteletére készítettünk. A főpásztor beszédében a Krisztustól kapott valódi szabadságról szólt, amelyet minden ember megélhet, megszabadulhat megkötözöttségeitől, szenvedélybetegségeitől. Annyi minden rabságában szenved az ember, annyi minden miatt szenved rabságban az ember ma. A bűneitől, a félelmektől, amik a világban vannak, a világ által sugalt olyan eszközöktől, amiknek rabságába fog kerülni. Lehetnek ezek a kábítószerek, a szexualitás, a játék szenvedélyek, és ezerféle más dolog is. Mária a megszabadítás anyja, Mária a szabadságot mutatja meg nekünk Jézusban, és nekünk az egyháznak az a dolgunk, hogy ebben őre hallgatva fiát kövessük, és az embereknek adjuk meg ezt a megszabadulást. Hiszem azt, hogy az az imádság, ami majd elhangzik a Szentmisében, II. János Pál pápa imádság, amit 40 évvel ezelőtt írt, az ma is aktuális, és ha igazán jó szívvel imádkozunk, jó szívvel kérjük Szűzanya közbeni járását, megkapjuk ezt a megszabadulást. Én kívánom, hogy a lélek szabadságában, a kegyelem erejében tudjuk élni az életünket, fiatalok és idősek, kicsik és nagyok, magányosak és családosok, mindenféle élethelyzetben legyünk képesek megtalálni azt a szabadságot, amit Krisztus kínál nekünk. Fogoly kiváltó boldogasszony ünnepe eredetét 1218-ra vezethetjük vissza, amikor augusztus 1-én a boldogságos szűz látomásban buzdította Nolaszkói Szent Pétert a fogoly kiváltó rend megalapítására. Magyarországon különösen a budakeszi Makkos Mária búcsújáró helyen tisztelik a fogoly kiváltó boldogasszonyt. A kegytemplomban sokan imádkoznak a kábítószeresekért, az alkoholistákért, a testiség, a szerencsejátékok és minden más káros szenvedélyek rabjaiért, azokért is, akik velük vagy miattuk szenvednek.